Mezőkövesdváros önkormányzata és a csarnokot működtető Városgazdálkodási ZRT a piac üzemeltetésének elmúlt 2 éves tapasztalatai alapján döntött úgy, hogy elkészíteti a csarnok teljes tetőszerkezetét. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után a kiválasztott kivitelező cég, a Szilvási Építő Kft. Felvonult a területre, és feszített tempóban végezte a munkát, melynek révén a létesítményt teljesen lefették. Az elkészült beruházást október 11-én adták át hivatalosan, ahol többek között Tálai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Fekete Zoltán polgármester, Szobonya Sándor, a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatója, Szilvási András, a kivitelező cég ügyvezetője, valamint az önkormányzat képviselőtestületének tagjai vettek részt. Szobonya Sándor vezérigazgató köszöntője után Mezőkövesd polgármestere mondott beszédet. Örömmel adjuk át vásárlóknak, örömmel adjuk át az eladóknak, és bízom benne, hogy a piaccsarnok most már tényleg a helyi termelők, illetve a környék termelőinek olyan helye lesz, ahol el tudják adni azokat a termékeket, terményeket, amit megtermelnek. Mezőkövesd járásközpont, itt találkoztunk most Szomolya polgármesterével, találkoztunk Fogácsiakkal, Tardiakkal, én azt gondolom büszkék lehetünk most erre a piaccsarnokra. Ezt követően Tálai András, dr. Fekete Zoltán és Szilvási András ünnepélyes szalagátvágással felavatta a beruházást. Az esemény zárásaként az ünnepség résztvevői körbesétáltak és megtekintették a már teljesen lefedett piaccsarnokot.